Képzeltem, hogy hát ezek a palom. Hogy kerülnek ezek? Én ugyanazt látom. Ők a falon ülnek. Én halucinálok? Hát én is ugyanazt halucinálom. Hát figyelj, ha mind a ketten ugyanazt halucináljuk, akkor az nem halucináció, hanem valóság. Ja. Csak éppen most az történt, hogy az XYZ tengely össze van facsarodva. Na ne, a Z az nincs. Csaba, az neked meg van, hát az én tengely. Jó neked. Nem értem, hogy kerülnek a falrán. Egyébként itt szoktok. Itt tényleg. Hát itt. Ma. Ja, hát ma nem volt. Volt. Tegnap se. Háromszor. Tegnap előtt, nem tudom, a múlt hétre meg nem emlékszem. Igen, az hatott. Hetet? És nem fogok felébredni? Ó, hát ezt én minden reggel átélem. És képzeld el, csak hogy... a szája van tátva. Hát persze, hogy tátva van a szája. Hát mert úgy esik bele az eső. Ja. Amit iszik. Ja. Mert az eukaliptusz levél. Persze, az eukaliptusz levél, mert akkor így nem kell neki nyelnie. Tehát fölöslegesen nem kell az időt azzal töltenie, hogy nyel, hanem csak kitártja a száját és... Alszik. Igen. Nem, hetente egyszer ürít. Tehát, igen. Hát amikor alszik, képzeld el, hogy 24 órából 20-at alvással tölt, de nem igen álmodik. Neki nincs miről álmodnia, hiszen minden vágya teljesült azzal, hogy fölakasztotta magát. Amit én most kínálni fogok neked, az csak az igazság. Semmi több. Melyiket választod? Azért mosolygok, hogy legyen bizalma. Melyiket választod, a pirosat vagy a kék? Ne feledd, csak egyszer választ. Melyik a piros? Ezt gondoltam, hogy ezt fogod kérdezni. A jobb. Uram. Na hát, Pista, tudod mi történt? Csoda történt, én vagyok a szent. Pista, mi történt? Üzenetet kaptál, igen. Az idegenektől.